Sziasztok! Megérkeztünk a szállásunkra, Polignano a Máréba. Amennyiben felmerülne bennetek a kérdés, hogy miért ilyen furcsán homályos a kép, és vajon meddig lesz ilyen, megmutatom nektek a következő felvételt, ami szerintem sok mindenre magyarázatot fog adni. Új a kamerám, és még nem szedtem le róla a fóliát, úgyhogy lehet, hogy ezt most megejtem, mert nem tudom, hogy mennyire befolyásolja a felvételt. Lehet, hogy eddig mindent homályosan láttatok. Báriba érkeztünk egyébként először repülővel, és utána átvonatoztunk ide. Nem volt egy nagy túra, nem volt drága, és nagyon-nagyon flottul ment minden, úgyhogy eddig ez pipa. Az egyetlen dolog, ami a mai napon egy picit félre sikerült, az az, hogy most már egészen biztos, hogy a repüléstől stresszelek annyira, hogy fizikai tüneteket produkálok. Vagyis egész reggel iszonyatosan hány ingerem volt, de tényleg annyira közel voltam ahhoz, hogy hányak, hogy ha akartam volna, tudtam volna, maradjunk ennyiben. Aztán végül szerencsére az elmaradt, az még jó lett volna. Na mindegy, viszont amint felszálltunk a repülőgépre, igazából még fel sem értünk a levegőbe, már megnyugodtam. Úgyhogy ez valami pszichés dolog lesz, amin igyekszem dolgozni. Viszont mostanra meg már tényleg nagyon-nagyon jól vagyok, kicsit össze is szedtem magam külsőre, belsőre, és arra gondoltam, hogy mindenek előtt megmutatom nektek a szállásunkat, ugyanis szokásos módon Airbnb-zünk, és szokásos módon középárkategóriát választottunk, és nagyon-nagyon tetszik a hely. Mindig beletrafálunk. Na hát, akár az utcával is kezdhetnénk, de inkább majd később mutatom meg, hogy milyen a környékünk. Úgyhogy most, hogyha bejövünk ezen a bejárati ajtón, amit egyébként csak reteszel lehet zárni, és kívülről meg csak a lenti kaput lehet zárni, mert idézem a főbérlőnket, Polignano nagyon biztonságos. Szóval, ja, minden esetre ez itt a biztonsági felszerelésünk jelenleg. Szóval, hogyha szembe fordulunk, vagyis hogyha szemből bejövünk, akkor rögtön a hálószobába érkezünk, ami nem annyira nagyon világos, de tök... Jó nap volt? De tök aranyosan meg van oldva, hogy itt ki van vágva a fal, és akkor onnan jön be azért természetes fény is, kipakoltuk a ruháinkat, tetszik amúgy a padló, és képzeljétek el, teljesen véletlen, de valahogy ilyen zöldes cuccokat hoztam most, és pont a lakás is ilyen zöldes színárnyalatokban pompázik, úgyhogy nagyon vicces, hogy pont passzolok az Airbnb-hez. Mindenesetre nem annyira nagyon izgalmas szerintem ez a hálószoba rész, legalábbis azt hiszem. Kényelmesnek tűnik, praktikusnak tűnik, úgyhogy menjünk tovább, hogyha a bejárattól jobbra jövünk, és a hálószobától balra, akkor itt egy tök jó kis fürdő. Jó napot! Már kipakoltam a cuccaimat, Soma már fürdött is. Ennyi. Itt a konyhánk, illetve ez nem a konyha, ez az étkező és nappali rész, de itt van egy mikró, meg egy hűtő. Az a tévé kifordítható, ami tök aranyos ötlet, bár nem hiszem, hogy olaszul fogunk tévézni. Ki tudja? Egy gigoló itt a kanapén. Szekrény, mindenféle konyhai eszközzel. És egy csodálatos erkély. Na, hát szóval így néz ki az utcánk. Nagyon autentikus, az előbb cica nyávogott itt. Van egy halászháló, tessék? Nem mehet kikiabálni, hogy szeretem a tavasz. Az ősz volt, igen. De én a nyarat szeretem. Szóval ez nagyon, nagyon cuki ez a terasz, de nem ez a legmenőbb része az Airbnb-nek, úgyhogy menjünk is tovább. Itt van az óriási konyhánk, igen, menjünk tovább. Ugyanis itt van egy lépcső. Képzeljétek el, ebben a városban mindenféle szemetet külön-külön gyűjtenek. Ez ilyen komposztszerűség, organikus, lebomló dolgok. Ez itt a mindennapi kommunális hulladék, műanyag, papír, fém és üveg. Az van itt egyben. Nálunk ugye a fém általában a műanyaggal van. Na és akkor van itt még egy fürdőszoba, ami csak egy ilyen WC és mosókonyhaszerűség. És akkor jöjjön a lényeg. Jó, hát nem mondom, hogy ez a kék tartály itt a legesztétikusabb dolog, amit valaha láttam, de szerintem összességében ez egy nagyon-nagyon hangulatos kis tetőterasz. Talán Marokkóban meg Valenciában volt hasonló ilyen tetőteraszunk. Szóval ennyi? Ennyi lenne az Airbnb. Picike, cukika. Azt hiszem, hogy összesen 4 fő férne el benne, de akkor 2 a kanapén aludnának. Szóval egy párnak
egy házas párnak tökéletesen megfelel. Több mint 24 órája nem ettem normális kaját, csak popcornt, tegnap éjszaka a moziban, és egy pizzás csigát ma. Úgyhogy körbenézünk. Megkerestem a másik maszkomat, nem minthogyha Dél-Olaszországhoz tudtam, hogy sok közül lenne Ari Russo-nak, de ez passzol a zöld cuccaimhoz. És közben rájöttem, hogy így megnéztem a szekrényemet, és lehet, hogy nagyon kevés cuccot pakoltam. Első nap lévén csak ettünk valami könnyedet, egyébként is még éppen siesta volt, ami igen, itt Dél-Olaszországban is szokás. Aztán elmentünk egy kisboltba, hogy legyen még vacsoránk és reggelink, illetve rögtön felfedeztük a közvetlen környékünket, többek között a valószínűleg egyetlen, híres polignanói énekes, Domenico Modugno szobrát, és innentől egy hétig természetesen csak az ő dala ment a fejünkben, ismétlésre állítva. A második napot tervezgetéssel kezdtük. Azokra a helyekre is rákerestünk, amiket a szállásadónk jelölt be nekünk egy térképen. Délelőtti programnak a Grottone nevű strandot néztük ki, ahol tegnap láttuk, hogy szépen kiépített falépcső vezet le. Itt akár kényelmesen ki is lehet feküdni egy törölközővel, de ami engem még jobban érdekelt, az a sziklából vájt medence, ami előző nap még tele volt vízzel, aznapra viszont szomorúan tapasztaltam, hogy kisé mocsaras gyerekmedencévé szikkadt. Hát nem ez lett a kedvenc partszakaszunk, de azért megmártóztunk ebéd előtt. Enni viszont a Mórusz nevű helyre ültünk be, ami nekem külső és étlap alapján nagyon-nagyon szimpatikus volt. Egyáltalán nem mondom, hogy rosszat ettünk, és összességében tök jó élmény volt, de már itt megtapasztaltam azt, ami aztán az egész úton jellemző volt, és amin az olasz gasztronómia hírnevéből kiindulva nagyon meglepődtem, egy kicsit ízetlen volt az étel. Arra gondoltam, hogy megmutatom, hogy tök egyszerű jegyet venni, viszont ha angolra állítjuk a gépet, akkor konkrétan elkiabálja mindenkinek, hogy nem helyiek vagyunk. Beware of pickpockets. In case of need, ask only Trenitalia staff for more information. Ja, szóval ebből egyből tudja mindenki, hogy minket kell kirabolni, kipickpakitolni. Délután elindultunk Monopoly-ba, ami vonattal egy megálló. A vasút egyébként egyik azoknak a dolgoknak, amikben pozitívan csalódtunk Pújában, mivel elég pontosak és reális áruak voltak. Jegyet venni is egyszerű volt, csak arra kell odafigyelni, hogy a peron melletti dobozoknál egy pecséttel mindig érvényesíteni kell az indulás előtt. Monopoly elég hangulatos volt, de őszintén szólva nem túl izgalmas. Sajnos a vírus miatt itt is sok minden zárva volt. Rengeteg keresztény képpel és szoborral találkoztunk viszont az utcákon, amiről azt olvastam, Rómában és más olasz nagyvárosokban ez egy hosszú múltra visszatekintő hagyomány. Már az ókori Rómában is emeltek ilyen pici szentélyeket kereszteződésekben, amiket olajlámpákkal világítottak meg. Az emberek nem csak spiritualitásuk miatt, de a biztonságot adó fény miatt is kedvelték őket. A kereszténység megjelenésével aztán a pogány motivumokat felváltották, a főleg Szűz Máriát ábrázoló képek és szobrok. Monopoly óváros részét eléggé körbejártuk, és még nincs annyira vacsora idő, vagyis hát most kezdenek nyitogatni a helyek. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy kisétálunk egy kicsit így a központi részről, és keresünk egy antikváriumot, vagyis hogy nem csak úgy random keresünk egy antikváriumot, hanem beütöttük, hogy van erre felé. És egy ilyen 15-20 perces sétányira elvileg így kijebb van egy, aminek 3 darab 5 csillagos értékelése volt, szóval vagy nyitva van, vagy jó, vagy nem, vagy nem. Na, és azért keresünk antikvitást, vagy antikváriumot, mert fejembe vettem, hogy majd, hogyha lesz egy saját lakásunk, és így meg kell tervezni a külső részét, mármint így az ajtót, akkor egy fa ajtót szeretnék, valami olyasmit, ami egyébként a világon szerintem mindenhol szokás, kivéve talán Magyarországon. Mert hogy látunk ilyet Londonban, látunk ilyeneket itt, szóval, hogy egy fa ajtó, színesre festve, és szeretnék rá egy kopogtatót. És amikor eddig külföldön mászkáltunk, akár Olaszországban, akár nem is tudom milyen helyeken láttam még ilyet, de mindegy, szóval akkor nagyon gyakran láttam ilyen mindenféle ócskásnál, meg antikváriumokban ilyen régi
kopogtatókat, és most a fejembe vettem, hogy ha esetleg itt van egy, akkor itt meg is vesszük, mert egyébként otthon már keresgeltem a neten ilyeneket, ne kérdezzétek, hogy miért csinálok ilyeneket, amikor még lakás sincs, amire ajtót rakhatunk, amire kopogtatót rakhatunk. De az a helyzet, hogy a legtöbb, amit láttam, az ilyen eléggé béna volt. Ilyen, hát ilyen Kínából rendelt, öntött vacak. Szóval úgy érzem, hogy egy fokkal autentikusabbat, vagy egyedibbet tudunk találni egy antikváriumban. Ja, mindegy, nem tudom, hogy ez most hogy jött amúgy, de tetszik ez a terv, mert egyébként Monopolit szerintem eléggé kimaxoltuk azon kívül, hogy még csak koktéloztunk és nem ettünk, és ugye a vacsora idő az most jön csak. Na hát, megtaláltuk a boltot, de sajnos nem volt kopogtató, pedig minden segítséget igénybe vettem, hogy el tudjam magyarázni a néninek, mert egy idős hölgy volt a boltban, és hát sajnos nem volt. És azért nem csináltam több felvételt, mert ez aztán autentikus hely volt, szóval tényleg egy szűk boltocska, telepakolva minden antikvitással, de ilyen, hát amúgy nem tűnt túl értékesnek, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Kár, hogy nem volt, mert hogyha itt lett volna, akkor biztos, hogy kura olcsón hozzájutottunk volna. Igen. Szóval nagyon sok ilyen porcelán figura volt, meg nagyon kifakult képek, meg olyan dolgok, amiknek nem is ilyen ódon hatása volt, inkább csak olyan, mint amit találsz a padláson otthon, vagy nem is tudom. Szóval amúgy nagyon aranyos volt a hely, és azért nem mertem felvételeket csinálni, mert a néni ugye nem beszélt angolul, és nem tudom, hogy mennyire díjazta volna, hogyha most ott oda megyek, és kamerázgatok, nem tudom, olyan fura lett volna. Mindig parázok az ilyen helyzetekben. Na mindegy, megnéztük Monopoli külvárosát is. Meg? Nem mondom, hogy megérte, de... nem, hogy így teljesen átlagos ilyen, nem tudom, ilyen üdülőváros. Üdülőváros, igen. Na, örülsz, hogy látjuk a helyi autentikus stadiont is? Igen. Csodás látvány. Ezt is meséltem már nektek szerintem, sőt a Valencia vlogban, talán. De lehet, hogy másikban is láthatjátok, ahogy kivándorolunk a helyi stadionhoz, és veszünk focis állat Soma családjának. Majorkán volt. Majorkán? Igen. Nem, Valenciában. Amikor kimentünk a dög melegben ott a város szélére, nagyon sokat sétáltunk. Ott biztos, hogy kettesben voltunk. Ja, igen, a Bárdi mezért. Lehet, nem igen, tudom. Igen, emlékszem, igen. És most nem volt ilyesmi tervben, mert majd Lecsében fogunk sálat venni. De pont szembe jött a helyi intézmény. Amúgy, ha itt árulnának ilyet, akkor tuti venné, de szerintem ez ilyen amatőr csapat. Ja. Na, hát elhoztuk a pizzám maradékát, mert nem bírtam megenni, de őszintén szóval nem is voltam olyan nagyon éhes, csak mindenképpen ki szerettem volna próbálni azt a pizzát, amit az étteremről neveztek el, mert Soma azért nézte ki ezt a pizzázót, mert nyilván pizzát akartunk enni, és jók voltak az értékeléseik, viszont amikor odaértünk, akkor észrevettük, hogy ez valami nagyon díjnyertes hely, valami 2019-es MasterChef Champion, nem tudjuk micsoda volt a pizza szakács, és a pult mögött egy csomó serleg volt kirakva. És azt a pizzát kóstoltam meg, ami az étteremről lett elnevezve, mert azt írta az étlap, hogy azért vannak ezek a hozzávalók ezen a pizzán, mert hogy szerintük ilyen egy tökéletes pizza, ami egyébként elég extra volt, úgyhogy, és egyébként finom is. Úgyhogy hazahoztam a maradékot, vagyis hazaviszem a maradékot. Az úgynevezett tökéletes pizzán egyébként stracciatella volt, ami itt nem fagyi, hanem a bufala közepében is található krémes darabos sajt, illetve nyers tonhal, paradicsom és vékony sült cukkini szeletek. Köszönöm!
megérkeztünk Lecsébe, és eddig nagyon-nagyon szép. Ezt találtam épp a hajamban. Szóval nagyon-nagyon szép eddig ez a város, viszont tök üres, aminek egyrészt az az oka valószínűleg, hogy vasárnap van, másrészt meg szerintem eleve kevesebben vannak most ezen a környéken, mint amikor nincsen Covid. Gondolom. De nagyon hangulatos, szóval remélem, hogy azért találunk valami kis nyitva levő, italozós, eszegetős helyet. Egy hétig biztos. Most először egyébként a tegnap említett foci sálért megyünk, úgy de gyönyörű. Lecce már kicsit messzebb volt vonattal, mint Monopoly, de nekem sokkal jobban tetszett. A focisál beszerzése után benéztünk egy 17. századi barokk templomba, ahova 6 euró volt a belépő, és aminek saját applikációja is van, így angolul tudtuk meghallgatni az épület történetét. Különösen szép volt a kazettás mennyezet, de egyéb érdekes részleteket is találtok fotókon az Instagram highlightomban. Azt javaslom, nyaraláson is vigyetek magatokkal egy vékony inget vagy kendőt, ha ilyen helyekre is beszeretnétek menni. Ez egyébként akkor is hasznos, hogyha valahol túl erős a légkondi. Ezután elsétáltunk az amfiteátrum mellett, és megnéztük a Fagiano múzeumot, ami talán az egész hét legérdekesebb kalandja volt. Ez a múzeum jelenleg is magánkézben van, és egy családi házból alakították ki. Története az időszámításunk előtti 5. századig nyúlik vissza, erre 2001-ben egy felújítás során döbbent rá a ház tulajdonosa. Családi étteremmé szerette volna alakítani, amikor a vízvezeték kiásása közben egyre több lelet került elő a föld alól. 7 évig tartottak az ásatások, amit a ház tulaja és annak 3 fia végzett, persze hozzáértők felügyelete alatt. Sok tárgy, főleg az értékesek múzeumokba kerültek, 2008-ban pedig maga a ház is megnyitott, mint látogatható múzeum. Van benne belső kút, ciszterna és magtár, síremlékek, menekülő alagutak. Az idők során laktak itt templomosok, majd ferences apácák. Valószínűleg ekkor használták az egyik utcaszint alatti mély gödröt holttestek kivéreztetésére és előkészítésére. Amikor épült, még nem volt előre megtervezett utca, így az eredeti bejárat boltíve nem a jelenlegi utcafrontra néz. Felette latinul az áll, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. A belépő 5 euróba kerül, és sok nyelven elérhető leírás jár mellé, amelyen számokkal jelzik az ajánlott haladási irányt, és ahol részletes leírást kapunk minden szoba történetéről. Klausztrofóbiás és tériszonyos emberek nem biztos, hogy minden zugba és magaslatra fel akarnak majd itt menni, de akkor is megéri bejönni, főleg, hogyha valaki történelemrajongó. Szintén sokat dob az élményen, hogy fel lehet menni a tetőre, ahonnan messze ellátni Lecce felett. Na hát képzeljétek el, itt is befejeztük a városnézést, mert vasárnap lévén nincsenek nyitva az antikváriumok. Soma annyira beleélte magát az ötletbe, hogy megnézte, hogy itt vannak-e, és egyébként itt elvileg vannak is. Van, 4-5. 4-5 darab, igen. De hogy vasárnap van, úgyhogy nincsenek nyitva. Egy elvileg nyitva volt, azt megnéztük, és nem találtuk. Szóval, hogy a boltnak a neve alapján sem találtuk, hogy melyik lehetett az, hogyha esetleg korábban üzemelt, szóval nincs meg, az a lényeg, úgyhogy most sem veszünk kopogtatót, viszont közben meg annyira a tetőfokára hágott itt a hőmérséklet, hogy úgy döntöttünk, hogy elérünk egy korábbi vonatot a tervezetnél, és inkább visszamegyünk Polignanóba strandolni valószínűleg. Bezzeg nekik van. Szerintem ez a legnagyobb fikusz, amit valaha életemben láttam. Pedig Majorkán is volt egy brutál nagy. Este végül nem strandoltunk, hanem pihentünk a tetőteraszon és hallgattuk a város kazaját. Aztán kerestünk egy éttermet, ahol vacsorázhatunk. A Partenope volt az egyik legjobb, ahol ez alatt az utazás alatt ettünk, még egyszer vissza is tértünk ide. Előételnek kolbásszal és sajttal megpakolt sült krumplit ettünk, majd elfeleztünk egy pizzát. Utána megnéztük Polignano óvárosát is, az út alatt először. Végül még üldögéltünk egy kicsit a tengerparton, a híres Lama Monachile strand kövein. A
A következő két napot Polignanóban töltöttük teljes egészében, és főleg úszkáltunk, olvastunk, ettünk, ittunk egész nap, végül is elsősorban pihenni jöttünk most. Kb. 20 métert jöttünk a fagyizótól, nem? És már konkrétan mindenem ragad. Annyira meleg van ma, annyira melegen süt a nap. Eleinte kerültük a Lama Monachile strandot napközben, mert úgy tűnt túl sokan vannak, de aztán rájöttünk, hogy egész jól eloszlik az embertömeg, és nagyon kellemes a víz, ezért mégis itt fürödtünk többször is. Valószínűleg, ha nem lenne Covid, kevésbé lenne élvezhető ez a partszakasz. Jaj, ez videó lesz. Tátor is itt. Ez az utolsó előtti teljes napunk, és igazából már délután van, úgyhogy megint egész nap pihengettünk meg hasonló. Szóval, most viszont felkerekedtünk, és épp egy olyan úton megyünk, ahol rohadtul nincsen járda, de erre jönnek más emberek is, és erre vezet a Google Maps is, szóval megmutatom, mennyi járdánk van. Ez lenne itt az. De éppen megyünk kifelé a városnak a szélére, Polignanónak a szélére, mert béreltünk, vagyis lefoglaltunk egy kis hajókázást, ami elvileg összesen másfél óra lesz. És hát például Santorini példájából tudom azt mondani, hogy ez az egyik legjobb program, amit bárhol, tenger, óceán, tó környékén tud az ember foglalni. És nem is volt drága, azt hiszem, hogy 10.000 forint per fő volt. Összesen volt, lehet, hogy kicsit több, összesen volt 60 euró kettőnknek. Úgyhogy meglátjuk, hogy milyen lesz. Ez a meglátjuk, milyen lesz, csak azért volt ilyen szkeptikus részemről, mert az utolsó pillanatban foglaltuk le a programot, és csak automatikus visszaigazolást kaptunk róla, ezért egy picit számítottunk rá, hogy potyára sétálunk ennyit, de amúgy is érdekelt ez a környék, szóval bevállaltuk. És szerencsére ott várt minket a motorcsónak. A kapitányunk képét beragaszthatnák az olasz férfi címszó alá a szótárba, mind külsőre, mind belsőre olyan volt, akár az olasz férfiak a filmekben. A kiránduláson végignéztük Polignano partmenti barlangjait, meséltek a kialakulásukról, és a város legdrágább fine dining éttermét is láttuk, igaz, hogy mi nem ettünk itt, de hányan mondhatják el magukról, hogy integetett nekik a séf? Instagramon feltettem a kérdést, hogy tudjátok-e, mi történt itt, és nagyon sokan vágtátok, hogy itt kérte meg Niki Tutorials kezét a párja, igazi YouTube történelmi pillanat. Azt is megtudtuk, hogy ezekre a barlangokra építkezni nem életbiztosítás, meg is kell őket erősíteni itt-ott, de, idézem a kapitányt, valószínűleg biztonságos, mert különben nem rakták volna ide ezt a drága éttermet. A Lover's Cave nevű barlangban aztán kaptunk proszekkót és egy kis rákcsát, és be is csobbanhattunk. Jól be is vágtam a lábfejem, ami csak akkor tűnt fel, amikor Soma szólt, hogy minden csupa vizes vér alattam. De kaptam egy zsepit, úgyhogy minden rendben volt. A Fagiano Múzeum mellett ez is kihagyhatatlan élmény volt. Általában TripAdvisoron vagy Airbnb-n szoktunk hasonló túrákat keresni, linkelem nektek ezt. Ja, és szóljatok, ha nem beszéltek olaszul, mert mi az első 15 percben csak ültünk kukán, aztán leesett, hogy a kapitány nem tudja, hogy csak angolul beszélünk, és utána már nekünk is elkezdett külön magyarázni.
Visszafelé szerencsére olyan jó fejek voltak a szervezők, hogy eldobtak minket a városközpontig, így nem kellett megint 40 plusz percet sétálnunk a 30 plusz fokban. Megint az amúgy elég picike óváros felé vettük az irányt este, koktélozni indultunk. Amiről még mindenképpen mesélni akartam itt videóban is, az a Pumó, többes számban Pumi, ami Puja jelképe. Lépten nyomon látni őket, erkélyek korlátján általában párban csücsülnek, de mindenféle számban, méretben, színben lehet velük találkozni. Nekünk egy bácsi úgy magyarázta a boltban, hogy rózsa vagy más virág bimbóját jelképezi, de létezik belőle fenyőtobozra hasonlító változat is. A bimbó körül akantusz levelek vannak. A pumó a latin pomum, vagyis gyümölcs szóból származik, és állítólag Pomona, a föld pogány istennője előtt tisztelektek vele. A pumi az újjászületés, az élet és a föld termékenységének szimbóluma, csak úgy, mint Pomona istennő. A pumi szerencsét és bőséget hoz birtoklójának, megvédi házát a rossz szellemektől. Az utolsó teljes napunkon Puja térség egyetlen állandó kortárs múzeumában jártunk. Azért éppen Polignano ad neki otthont, mert az alapítvány névadójának mindkét szülője innen származott. Pino Pascali máig a leghíresebb pújai képzőművész nemzetközi szinten is. Tragikusan korán 33 évesen hunyt el motorbalesetben. A múzeum nagyon igényes, a környezete és az épület festői, az állandó kiállítás tárgyai izgalmasak, viszont hiányoltuk mellőlük az angol leírást, ezek csak olaszul voltak elérhetőek. Az időszakos kiállításokon viszont ezekre sem lehetett panasz. A kedvencünk a Pier Paolo Pasolini, Pino Pascali és Andrea Pacienza műveit bemutató rész volt. Pasolini nekünk csak rendezőként volt ismerős, de mint kiderült, mindhárom művész munkásságában fellelhetőek hasonló értékek, és sajnos korai, tragikus haláluk is összekapcsolja őket. Mindhárman több területen alkottak, sokoldalúak és újítóak voltak. A múzeum épülete kívülről is izgalmas és igényes volt, és nagyon tetszett, hogy az óvárostól idáig egy kiépített, modern sétányon lehetett eljutni a part mentén. Ebbe a Todisba jöttünk vásárolni, ami relatíve közel van hozzánk, ilyen 7-8 perc gyalog. Mármint igazából nagyon közel van, igen. Viszont nem annyira jól felszerelt, és elég érdekes, hogy semmiféle ilyen nagy bolt láncnak nem találtunk itt üzletét, illetve egy Lidl van valahol nagyon a külvárosban, de nagyon... Nem, az Monopoly külvárosában van. Ja, tényleg az Monopolynál volt. Penny. Szóval ilyen a külvárosban. Penny? Penny. Á, ja igen. Szóval nem tudom, egyébként otthon sem nagyon vásárolok Penny Marketben, mert nem igazán esik útba, soha sehol. Viszont ez nekünk annyira furcsa volt, hogy ez egyébként egy elég népszerű üdülővárosnak tűnik, és most szinte csak olaszok vannak. Külföldi szót alig hallunk. És nem tudom, hogy hol vásárolnak. Nem akartam senkinek az arcába kamerázni, de azért megpróbáltam lekapni pár helyi csendéletet. Polignanóban ugyanis minden sarkon ült egy-két vagy akár egy csapat idős ember. Volt, hogy csak beszélgettek, volt, hogy előkészítették az aznapi vacsorát. Talán ők az utolsó generáció, akik még nagy számban élnek itt a városban, és nem csak üdülni járnak vissza. Mivel csak egy hétre jöttünk és a tömegközlekedésre voltunk utalva, sajnos sok mindenki maradt a térségben, így nem láttuk például Albero Bello híres trulliait, amelyek az UNESCO világörökség részét képezik, de elsősorban a pihenés volt a cél ez alatt az egy hét alatt, arra pedig nem lehetett panasz, Polignano már egy tökéletes hely volt hozzá. Még vacsoráztunk és sétáltunk egy utolsót, másnap pedig elindultunk haza. Illetve először csak Bari volt a cél, ahol még volt időnk körbenézni az esti repülőút előtt. Mindenek előtt leraktuk a bőröngyeinket egy teljesen automatizált módon működő tárolóba, rögtön a pályaudvar mellett, aztán nyakunkba kaptuk a várost. Benéztünk néhány üzletbe, bejártuk az óváros aprócska utcáit. Többektől hallottuk, például a vonatjegy automatától, hogy ezen a környéken gyakoriak a lopások, rablások, zsebesek, de szerencsére minket nem ért semmilyen atrocitás, és állítólag a bűnözést jócskán visszaszorították, amióta a turizmus jelentős bevételi forrást jelentett. Persze azért nem árt odafigyelni. Bari szintén nagyon hangulatos volt, de sajnos itt is kevés hely volt nyitva. Mivel a repülőhöz igazodtunk, muszáj volt siesta idején éttermet keresnünk, és eleve sok minden volt ideiglenesen vagy véglegesen zárva. Érdekes módon itt épp egy olyan helyre ültünk be, aminek nem volt nagyon jó az értékelése, 4-es alatti volt, de mégis nagyon finomakat ettünk. Több kis kóstolótálat választottunk ki. Fokáccsát, frissen sült halakat, polipos falatokat, paradicsomos húsgombócot is próbáltunk.
Összességében megvolt az előnye és a hátránya is annak, hogy épp egy világjárvánnyal küzdünk, hiszen sokkal kevesebb turista volt, mint amennyi egyébként lett volna, és a nagy része belföldi, vagyis olasz volt. Azért kíváncsi vagyok a későbbiekben, mennyire lesz még érezhető ennek a hatása. Érdekes módon visszafelé már nem is voltam rosszul a repülőtér vagy a repülés gondolatától, nagyon nyugis volt az utunk is. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és remélem nektek is lesz alkalmatok felfedezni Pulját. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!